hinda, mint a zápor eső, hogy tőled búzni késő. A szekhalmi népdalkör is részt vett a hétvégén megrendezett második népdal is 1848-as katonadal fesztiválon, ahol nagy sikerrel adták elő azt a dalcsukrot, melyel erre a napra készültek. Nagyon sokszor voltunk már részben minősítőn, úgy a kóta minősítésében, mint a Vas Lajos által szervezett minősítőkön, baráti találkozókon, farsang, és valóban nagyon jó a kapcsolatunk, azt gondolom, a Vésztői Népdalkörrel, és elég sokat járunk Vésztőn. A Népdalkör számos elismeréssel és díjjal rendelkezik, egész évben több fellépésnek tesznek eleget. Többek között népdalkörök találkozóján, fesztiválokon és városnapokon mutatkoznak be szemnészebb dalcsokrokkal a közönség megelégedésére. Több katonai dalcsok körünk van a szekhalmi népdalkörnek, annál is inkább, mert a mi vezetőnk az kifejezetten egy katonai dalcsokrokat szerető típus, és a mi tagjaink is, és azt hiszem, ezt a közönségre is elmondhatjuk, az itteni vidéki közösségre, hogy a katonai dalcsokrokat nagyon szeretik és szívesen énekeljük. A szekhalmi népdalkör legközelebbi fellépése novemberben lesz, amikor is a helyben megrendezésre kerülő országos minősítő mutatják be tudásukat a zsűrinek és a közönségnek.